Láthatósági mellényben, hazájuk színeiben várták a gyerekek a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábor megnyitóját Sóstón. A rendezvényt minden évben az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága szervezi és nyújtja hozzá az anyagi fedezetet, így az egyhetes táboroztatás már évek óta ingyenes a gyerekek számára. 18. alkalommal kerül itt Nyíregyházán Sóstó környékén megrendezésre ez a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Gyerektábor. 18 éve dolgozunk azon, hogy ne csak magyar, hanem külföldi gyerekeknek is lehetőséget teremtsük arra, hogy a nyári szórakozás mellett a közlekedés biztonságával is foglalkozzanak. Az a célunk, hogy minden gyerek tanuljon meg helyesen és biztonságosan közlekedni, függetlenül attól, hogy melyik országban él, hiszen a közlekedési balesetek nem ismerik az országhatárokat, azt szeretnénk, hogy senki nem halna meg Európa útjain balesetben. A gyerekeket számos színes program várja az egy hét alatt. Többek között rendvédelmi bemutatókat láthatnak, csónakázhatnak, strandolhatnak, valamint különböző versenyeken, vetélkedőkön is részt vehetnek. Ez a tábor a közlekedés biztonságról kell, hogy szóljon. Nyilvánvalóan szünidő van, tehát nem csak a komoly résszel, hanem azért megpróbáljuk a gyerekeket egy kicsit pihentetőbb módon okítani, megpróbáljuk egy kicsit kikapcsolni a gyerekeket, de természetesen úgy, hogy felelős rendőrként egy plusz tudással, egy plusz dolgokkal menjenek majd innen haza, és természetesen a külföldi kapcsolatok is nagyon fontosak, az, hogy ezek a gyerekek között barátság szövődjön, ez sokáig fennmaradjon, és mivel már nem ez az első táborom, a mai modern világban a Facebookon látom mai napig, hogy ezek a gyerekek, amik évekkel ezelőtt szövődtek barátságok, még mai napig is tartanak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke a megnyitón azt mondta, a nyári szünidőben a kikapcsolódás mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek tanuljanak is valami újat, valamint az is, hogy új, akár a határokon átívelő barátságokat is tudjanak kötni. A nyári időszakban, a szünidei időszakban rengeteg táborozási lehetőség közül tudnak választani a diákok, de én úgy gondolom, hogy kiemelt szerepet kell tulajdonítani azoknak a táboroknak, illetve üdülési lehetőségeknek, amelyek valamilyen szempontból tudást akarnak adni a gyerkőcöknek, és egy picit hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy egészségesebb és érettebb felnőttekké váljanak. Hát ez a mostani tábor, ez a közlekedés biztonsági szaktábor, azt hiszem, hogy pontosan ilyen, hiszen ebben a mai felgyorsult világban pontosan azt szeretné tudatosítani a gyerekekben, hogy a közlekedés, amely valóban nap mint nap, legyen az akár egy falu, legyen akár egy város, minden nap találkoznak vele, szembesülnek azokkal a veszélyhelyzetekkel, amelyek érintik őket, és ezek a veszélyhelyzetek ezek egyre inkább fokozódnak. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezeket minden, tehát valóban készséggé tudják tenni a mindennapi élet során. Az egyhetes nyíregyházi táborba három országból összesen 60 diák érkezett.